Jó évet zárt tavaly a magyar turizmus, derül ki a vendégforgalmi adatokból. Az idén hasonló eredményekre számítanak az ágazatban. 2016-ban a vendégéjszakák száma országos szinten 27,7 millióra emelkedett, az ágazat összbevétele 9%-kal volt több a korábbinál. Az északalföldi régió turisztikai adatairól Varsányi Tamást, a KSH elemzőjét kérdeztük. Országosan a kereskedelmi szálláshelyeken 2016-ban 7%-kal több vendégészakát regisztráltak, mint egy évvel korábban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében stagnált a vendégforgalom. Ez azt jelenti, hogy a 2015. évinél 2%-kal több vendég érkezett a megyébe. A vendégészakáik száma viszont kismértékben 0,3%-kal csökkent. Ez az egy évvel korábbinál gyengébb főszezon eredménye, jelentősebb növekedést az éven belül február-március hónapokban és az augusztus-november közötti időszakban regisztráltunk. A megye vendégforgalmában meghatározó Nyíregyháza szerepel, 2016-ban a megyeszékhelyen realizálták a vendégészakák 60%-át. A megye vendégforgalmában a belföldi kereslet a meghatározó, ők adják a forgalom 70%-át, országosan pedig olyan fele-fele arányban osztik meg a vendégészakák száma a külföldiek és a belföldiek között. Kelemen Róbert polgármester úr a vendégem, Cégény Dányádról. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hát egy olyan települést hívtunk meg erre a beszélgetésre, egy picit a turisztikai ágazatot szeretnénk megnézni, hogy hogyan fejleszthető ebben az évben, hiszen nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy egy kiemelt fejlesztési terület a turisztika, illetve nagyon sok lehetőség rejlik ebben az ágazatban, és ebben az évben is lesznek olyan fejlesztések, de a települési szinteken lesznek olyan rendezvények, fesztiválok, amelyek növelhetik a belföldi forgalmat. Először is, polgármester úr, mit tud tenni a kistérség, a kistelepülés egy-egy turisztikai attrakció vonzó vátétele érdekében? Hát, hogy felénk mondják, adj Isten Szatmárban, ugye ez a szlogenünk lett. Hát nagyon sok mindent lehet tenni. Mi elsősorban a marketinggel kezdtünk el foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy amíg nem ismernek meg bennünket, addig nincs beutazás, nincs, aki idejön, nincs érdeklődés. Egy nagyon jó marketing stratégiával próbáltunk el elindulni. Elég sok díjat kaptunk, az országos városmarketing díjat elhoztuk, rendezvény marketing díjakat kaptunk. Ez való jó volt, csak el kellett kezdeni továbbfejlődni. És most azt mondom, hogy ettől az évtől egy picit a gasztronómia lesz az, aminek az irányába elmegyünk, mert az ideutazó embereknek nagyon nagy az érdeklődése a gasztronómia, a kerékpár, a szabadidőbe eltölthető dolgok iránt, és főleg a kerékpárturizmus, a lovasturizmus, amivel szeretnénk egy picit behatóbban foglalkozni, és ehhez kapcsolódóan a gasztronómia. Véletlenül a rendezvényeink egy része, ami már összeállt és a programjai megvannak, annak is a fő ága, a fő vonulata az a gasztronómia lesz, és főleg a szatmári gasztronómia. A belföldi turizmus növeléséhez folyamatosan kell fejleszteni, építkezni, befektetni. Milyen lehetősége van erre a határmenti térségeknek? Úgy gondolom, hogy rengeteg lehetőségünk van. Tehát az elmúlt évekhez képest, olyan 2010 óta talán el lehet mondani, hogy megépültek a kerékpárutak. Nagy részre már a töltéseken, a gátakon, ugye most az árvíz révén ezt lehet is tapasztalni, végig aszfaltutak vannak a kerékpárosoknak. Nagyon jó túraútvonalak vannak már, én csak Szatmáról tudok komolyabban beszélni, ahol a templomturizmusnak a túraútvonalai ki vannak dolgozva, de mondhatom azt, hogy megújultak a kastélyaink, akár a Cégénydányádi Kendekúria, de ha körbevegyünk a Nagygéci templom, vagy maga Nagygéc, ami egy csodálatos dolog szintén, a Nagyari kastély. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit már nem biztos, hogy még tovább kell fejleszteni, hanem azt szoktam mondani, hogy ez egy termék. Ezt végre el kellene adni, és jó kellene eladni, és akkor működő lenne minden, ha még szálláshelyet is tennénk mellé olyat, ami egy kicsit többet ad, mint az eddigiek. Tehát a szálláshelyeknek én látok egy pici lehetőséget, ahol fejlődni kellene, és lehetőleg az attrakciókhoz közel kellene fejlődni a szálláshelyeknek, és ott létrehozni ezeket a lehetőségeket. A másik pedig, hogy van folyónk, nem is egy, hanem van legalább három, ugye, a Tisza, a Szamos, a Túr, ahol egy picit jobban oda kellene figyelnünk arra, és azt lehetne is fejleszteni, hogy a kikötőknél mi legyen, milyen kiegészítő szolgáltatásokat tudunk nyújtani ezeken a helyeken, mert ma tulajdonképpen a vad evezésnek lehetünk csak
a hívei ezeken a folyókon, de olyan igazi jó kikötők, ahol meg lehet állni, lehet pihenni, kultúrát, környezet van, az még nincs annyira képítve, mint amekkora az igény szerintem. Azt mondta a beszélgetés elején, hogy sokat tettek marketing területen. Mit tett a település annak érdekében, hogy megismerjék a látogatók? Hát eleve van egy olyan termékünk, ami úgy gondolom, hogy másnak nincs, vagy biztos, hogy van, csak nem jó marketingelte. Ez a kocacsoki és a pulyacsoki, amit mi kitaláltunk, és ugye ez mind szatmári alap, mert szatmári házi szilvalekvárral készül a csoki, vagy füstölt főcsászár, pirított császár szalonnával a másik. Ez ma az agyisten szatmárt olyan népszerűvé tette Magyarországon, hogy a mai napig, ha aki cégénydányádra utazik, annak a 90%-a a csoki miatt érkezik. Tehát ez az egyik része. Belefolytunk egy olyan könyvkiadásba, ami a szatmári térségnek egy nagyon fontos része, ez a Kölcsei Kende levelezés, amit újra kiadtunk Csorba Sándor tanárúrnak a gondozásába, és nagyon örülünk neki, hogy segített, akár 8 fölött is még ilyen aktívan. Ez a könyv megint csak egy olyan, ami egy olyan réteget talált meg, és hozott el a Kende kúriához, meg Kölcseiékhez, amire mi nem igazán számoltunk. Tehát úgy gondoltuk, hogy lesz egy könyv, mert ez a kötelességünk, de ettől a pillanattól kezdve azt veszük észre, hogy érdeklődés van iránta. Látogatók tekintetében ki vagy kik a célközönség? Hát sokat gondolkodtunk ezen, és először volt, hogy legyenek a családok, de aztán rájöttünk, hogy nem olyan széles a skála, amiben mi a családokat tudjuk fogadni. Én most amire esküszöm és azt mondom, hogy ez szerintem egy működő dolog, az egyik a főiskolások és az egyetemisták csoportja, akiknek a körében van egy óriási érdeklődés, és szeretik ezeket a túra dolgokat, a másik pedig az üzleti turizmus, ahol viszont az a pénz van, amire szüksége van ma a szatmári térségben a turisztikának. Tehát annak a tőkének valahonnan be kell folyni, mert egyelőre a turisztika csak kiegészítő bevételeket tud hozni. Nagyon sokszor mondják önök, akik turisztikában jártasak, hogy össze kellene fogni a térségben, vagy a térségeknek, vagy kistérségeknek, és együtt kellene kínálni a turisztikai attrakciót. Miért nem működik ez jelenleg? Hát mert emberek vagyunk. Tehát ez egy, versenytársak? Egy-egy térség? Én azt látom, hogy van, akik versenytársnak tekintik a másikat. Én úgy gondolom, hogy van egy Nyíregyháza, ami jelenleg turisztikában egy nagyon jó mutatót produkál. Van egy állatkertje, ami szintén egy vonzerő. Tehát megvan minden ahhoz, hogy ő a turisztikában jó legyen. De nem léptünk tovább abba, hogy ebből a jó működő turisztikából a megye is tudjon profitálni. Hogy most ehhez a szakemberek miért nem ülnek le, és miért nem egyeznek meg, ezt én nem tudhatom. Tehát ez úgy gondolom, hogy nem az én reszortom, de nagyon hiányzik a közös marketing, nagyon hiányzik a közös fejlesztési stratégia, és nagyon hiányzik az, hogy gondolkodó emberek tömege kerüljön be a mai turisztikába Szabolcsban. Mondjuk a határhoz közeli térségek, akár Románia, szomszédos megyék együtt? Hát velük jó a kapcsolat, de ott sem, én úgy gondolom, hogy ott sem tökéletes. Hát mellettünk 20 kilométerre egy szatmárnémeti van. Egy szatmárnémetibe jelenleg nem tudunk elvinni csoportokat. Mert a határ maga az, ami nem mindig átjárható és oda-vissza járható, ugye az az egyik. Ott lehetne az együttműködésről beszélni, mert nekik mindenük megvan az attrakcióhoz. De mondok olyan példákat, hogy 31-én decemberben csoport volt nálunk, elvittük bizonyos helyekre a Felső-Tisza környékén, a jégtől nem tudtunk bemenni, most nem mondom, hogy hová, de bizonyos emlékhelyekre nem tudtunk elmenni. Elmentünk Nagygécre, ahol viszont idegenvezető volt, csoportok voltak, és látszott, hogy érdekes a dolog délután 3 órakor, meg 4 órakor is, hogy ott legyenek. Tehát miért nem tudjuk mindenhol ugyanezt megcsinálni? Kell egy szakmai háttér és hozzá infrastruktúra. Nagyon szépen köszönjük, polgármester úr, hogy eljött hozzánk. Szépen.